Híradónk vendége ifjú a Bozsik József fogadhajtók egykori szövetségi kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözöllek! Gyorsan akkor talán nézzük a legfontosabb hírt, hogy a kettes fogadhajtó világbajnokságon magyar sikerek születtek, mert ugye egyéniben és csapatban is magyar győzelem volt. Ez volt a várható, hiszen mi voltunk a védők is, ugye? Igen. Úgy gondolom, hogy egyértelműen aranyesélyesként utaztak ki a válogatott hajtók erre a világbajnokságra. Azért a vége izgalmasabbra sikerült, mint, mint gondoltuk. Négy éve, illetve nyolc éve és négy világbajnokságon immár nem találnak legyőzőre a magyarok. Négy éve Hölle Martin ugye uralkodik tulajdonképpen. Uh -huh. Két évvel ezelőtt is ő volt tulajdonképpen a világbajnok, előzőleg pedig ugye Lázár Vilmos Fábián illetve Topolcsánba, kis Topolcsánba nyert. Akkor ugye még Lázár Zoltán, ifjabb Nagy Tibor, aztán, aztán a két Lázár mellé az ifjabb Dobrovic volt csapattag, de most egy teljesen új válogatott épült. Ugye Lázár Vilmos négy éve indult utoljára a világbajnokságon, két éve, bocsánat, két éve indult utoljára a világbajnokságon, és hát idén egy teljesen új fiatalokból álló világbajnokságra esélyes is csapat állt össze, új lovakkal, kivéve a Hölle-Martinnak, neki már rutinos lovai voltak, Osztelták Kristóf, Dobrovic József és Hölle-Martin utaztak ki, és hát a végén a nagy izgalmak közepette Hölle-Martin kicsit több, mint fél ponttal, a csapat pedig három ponttal, de mind egyéniben, mind csapatban világbajnokok lettek. Most tudod, akkor a kívülállájuk is azt gondolná, hogy akkor mi a probléma fogadhajtásban, hiszen jók vagyunk továbbra is. A kettes fogadhajtásban igen, de azt tudni kell, hogy a négyes fogadhajtás volt az, amire megalakult eleve 1969-ben, a Nemzetközi Lovas Szövetségben a fogadhajtó szakbizottság, 1969-ben vették fel először a fogadhajtást, mint hivatalos, modern, sportág. Ugye előtte az ókori görög olimpiákon a kocsi versenyek még olimpiai számok voltak, azóta a költségek miatt főleg olimpiai, olimpiára nem mehetnek a négyes voltok, de a kettes az tulajdonképpen 1980-ban, 85-ben vált ki, mint hivatalos világbajnokság ebből az egészből, Áhenba, a négy évente megrendezett lovas világjátékokra, ahol a díjugratásban, díjlovaglásban és világbajnokokat avatnak, oda nem hívják meg a kettes fogatokat. Ugye sokszor elmondtuk, ahogy az autósporthoz hasonlítanánk ezt. A négyes a forma egy, a kettes a gokárt, az egyes az rendkívül uh, nehéz most a díjhajtás miatt, ott van egyedül galopp oldaljárás, stb., illetve ott nem lehet lovat cserélni, az a ralli. Uh -huh. a, a gokártban valóban jók vagyunk, a legnagyobb probléma az a magyar fogadhajtásban, hogy a magyar válogatott csapattagok közül egyik sem hajtott magyar lovat például, amire nem volt még példa a magyar történelemben. Nem is nagyon élnek itthon tulajdonképpen. Hőlese, nagyon szívja a magyar levegőt. Hát igen, ö, olasz ö, edzővel, Hollandiában él, holland ö, lovakat hajt tulajdonképpen, illetve hát azért a hátteret azt ifjabb nagy Tibor, korábbi világbajnokunk és kedves felesége ö, szolgáltatja, mint segédhajtó. Ö, jó a csapat, jó a tím, ők ezt az utat uh -huh. választották. Én azt gondolom, hogy jó utat választottak, hisz két egyéni világbajnoki érme is van. Hölle Martinnak sorozatban, illetve kétszer a csapat is az ére tudott állni. De bizony, bizony, azt kell, hogy mondjam, hogy egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány ember maradt ma Magyarországon, akitől a fogadhajtást meg lehet egyáltalán tanulni. Uh -huh. Tehát akkor örüljünk is ennek az eredménynek, de nézzük meg a árnyoldalát is akkor, ugye? Igen. Én azt Vagy nem kell. szabad megnézni az árnyoldalát? Tehát ilyenkor csak örülni kell? Most egyelőre örülni kell. Én azért az az ember vagyok, aki optimistán látja a magyar lovaságzat helyzetét természetesen, hisz én se lennék Magyarországon, hogyha, hogyha, hogyha nem bíznék abból, hogy egyszer majd lesz fellendülés de az biztos, hogy le kell vonni a konzekvenciákat, a szakmának kellene levonni a konzekvenciákat, úgy gondolom, illetve talán a médiának, talán a szakújságíróknak, talán ilyen riportokban kellene beszélni egy picit a hátteréről a dolgoknak. Az biztos, hogy komoly fejlesztésekre, komoly fejlődéseket kellene produkálni ahhoz, hogy két év múlva szintén egy ilyen gyönyörű eredményt érjünk el. Én azt gondolom egyébként, hogy mivel a négyes fogadhajtás, a szakkumpak megszűnt, hisz nem beszélhetünk négyes fogadhajtásról, amikor a dobrovisz családon kívül más ki sem tud utazni Áhenba, vagy ki sem tud utazni egy világbajnokságra, Európa uh -huh. bajnokságra. Szóval egy család űzi ezt nemzetközi szinten jelenleg ezt a sportot. Úgy gondolom, hogy akár Hölle Martinnak, akár oszterták Kristófnak a jövőbe kell kacsingatni, Szóval a Gokártból, a Póniból uh -huh. nőtte ki, ifjabb József is, és most már el kellene határozni, hogy akkor négyes fogat hajtásban is újra legyünk nagyok. Én úgy gondolom, hogy náluk mind a lóanyag, mind az az anyagi háttér adott, ami, ami, ami ezt tudná biztosítani. Uh -huh. Természetesen a négyes fogadhajtás az, az profi, még profibb csapatot igényel, még komolyabb mind anyagi, mind szellemi, mind gyakorlati ráfordítást. Hisz Hölle Martin is nyilatkozta, hogy ő azért még mindig uh, amatőr hajtónak tartja magát, ő nem ebből él, uh -huh. uh, 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 egyetemre jár, uh, stb. neki van egy profi csalkat, aki fölkészíti. Talán a négyes fogadhajtás az, az, uh, az megkövetelni azt, hogy minden nap a lovak mögött uh, üljünk, mint mondjuk Excel Boyd vagy Chester Weber, uh -huh. akik fő foglalkozásként űzik ezt a sportot. A kettes fogadhajtás az a sportág, ahol bizony mint látszik, hogy az Oszterták Kristótnak és a Dobrovics Józsefnek is most állt össze a fogat. Vettek idén pár nagyon jó képességű lovat, és világbajnokok tudtak lenni. Ezekkel a lovakkal te is világbajnok lettél volna, amivel most a hőle világbajnok lett? É, Mennyire a... számít a lo? Csak erre akarok a sportban nincs ha. Természetesen vannak rajtam kívül is sokkal tehetségesebb gyerekek, akik úgy gondolom, hogy igen, ezekkel a lovakkal van Magyarországon tíz olyan fiatal, aki, aki világbajnoki aranyérem esélyesként harcba tudott volna szállni. Kettes fogadban is rendkívül számít. Ez csak azért kérdezem, mert nem lehetne valamilyen úton, módon, a stadionok mellett akár venni az államnak ilyen képességű lovakat, és akkor megnézni a hazai mezőnyt, kik azok, akik kiéremelnék, hogy kapjanak ilyen lovakat. Ma akkor nagyobb lenne a hazai verseny is. Nem tudom, eskedjem költői kérdés, de ezért kérdeztem, hogy valójában a lovak mennyire számítanak, mert akkor lehet, hogy négyesbe, és akkor ott lehetnénk. Mindenféleképpen én azt megfordítanám a dolgot, én nem venném a lovakat, hanem kiképeznénk. Ha már ott van mezőhegyes, ha már ott van szilvás. Igen, tárad, csak ebbe azért nem akartam belemenni, mert ott vannak már mióta, és akkor most kezdjük el kiképezni, addigra annyi sok víz lefolyik a Dunán, hogy mire azok jók lennének, addigra már lehet, hogy nem is lesz fogadhajtás. Igen, igen. Természetesen. Az elképzelhető, hogy ott is vannak nagyon jó képességű lovak, hisz ezek a lovak sem ö, volt olyan a válogatottban, aki idén kezdte a versenyzést. És mégis azért szép eredményeket tudtak elérni. Én azt mondom, hogy Szilvásváradon abszolút nincs kipróbálás. Egyetlen egy kettes fogadhajtót szponzorálnak, akinek a ugye, kettes fogadban három lovat viszünk egy versenyre, akinek a harmadik lova nem is Szilvásvárad. Uh -huh. szóval ez egy olyan megengedhetetlen luxus, hogy ezen azonnal változtatni kellene. Nem a tehetségtelen, egyébként uh -huh. sem szilvásváradi lovakkal versenyző hajtókat kéne támogatni, hanem el kellene menni szilvásváradra egy szakmai stávnak, és megnézni, hogy mi a történet uh -huh. ott a több száz lóval tulajdonképpen, hiszen jelenleg üresen áll a fedeles lovalda, üresen áll a stadion, semmilyen érdemi munkát nem végeznek, illetve mezőhegyes is megígérte, hogy jönnek majd a gidránok. Lassan két éve ott van a gidrán ménes mezőegyesen, és egyetlen egy lovat nem látunk befogva akár a fiatal lovak világbajnokságán. Bár öröm az ürömbe, hogy Pap János két lóval is idén, két Nónius lóval is a fiatal lovak világbajnokságon bronzérmet tudott szerezni. Neki muszáj volt Pap Jánosnak, a neve miatt is. Igen, egy tisztességes, miatt is. nagyon Ilyen, rendes ember, Ilyen. becsületesen csinálja. Úgy gondolom, hogy ő most felért a csúcsra. Két VB bronzérem a fiatal lovak világbajnokságán nagyon-nagyon nagy szó sem a diugratásba, sem a délovaglásba erre esélyünk nincsen például. És hát az a mezőhegyes vezetését igazolja, hogy három fiatal ló bronzéren van a világ világtörténelemben, amit magyar hajtó érte, mind a három nóniusz, mind a három mezőhegyes ló, Picit sajnálkozva vettem tudomásul, hogy viszont pap István polgármesternek indul, nagyon-nagyon nagy esélyekkel, uh -huh. és több mint valószínű, hogy amennyiben ezt megnyeri, összeférhetetlen a két pozíció, tehát uh -huh. a Mezőhegyesnek új vezetője lesz. És egyébként mi lett a sorsa azoknak a lovaknak, akik már korábban ott? Fiatal nunus lovaknak, akik a térmet szereztek, ott maradtak, még ott vannak, vagy gyorsan eladták őket. Mit lehet ezekről Igen. tudni? Hát picit szomorú a történet a szakma részéről. Én a szakma, szakma oldaláról uh -huh. tudok csak mindent megközelíteni. Német Krisztián egy fiatal hajtó, egy fiatal teljesen amatőr hajtó vásárolta meg a lovat, de már korábban egy nagyon nagy képességű lovat. Én azt mondom, hogy elkótja vegyet mezőhegyes. Uh -huh. Azzal német Krisztián bronzérmes lett, akkor én, mint csapatvezető tevékenykedtem, és nagyon-nagyon uh -huh. sokat segítettem a Krisztiánnak. Utána együtt szó szerint sírtunk, amikor meg a bronzérem, mert szinte vért izzadva kellett érte küzdenünk, és természetesen a szerencse is mellénk át. Aztán a ló indul, most is le van nevezve az országos bajnokságba, egyes fogadba, de nem hozta azt a várt eredményt. Úgy gondolom, hogy Német Krisztiánnak szintén nem egy profi hajtó, nincs annyi ideje erre a lóra, az egy világklasszis ló volt. Mint uh -huh. fejben, mint mozgásban, olyan nónius lovat én azóta sem láttam uh -huh. egyébként, 1990 előtt. Az biztos, amíg léteztek a régi. Valódi állami méneseink, és a régi nagyon komoly olyan TS vezetőink, akik szerették a lovat, az ilyen lovat azonnal odatták volna. Egy nagyon-nagyon tehetséges hajtónak. Most ugye már a privát tulajdonos, a privát lovak korszakát éljük, ezt nem lehetett megtenni, de mezőhegyes helyében én biztos, a magyar állam helyében biztos, hogy mivel mén, akár egy fedező mén is lenne igen, igen, ebből igen, a lóból, azt a lovat visszavásároltam volna, vagy legalább olyan opcióval mezőhegyesen kellene állnia, csikókat nevelni, csikókat ugye utána felnevelni a ménesben, valami produkciót kellett volna ezután, vagy valami tervet a lóval csinálni, semmi ilyen sajnos nem készült, úgyhogy most mondhatni azt, hogy eltűnőben van a ló a sűjjesztőben. A többi ló pedig ifjabb Nagy Tibornak volt egy negyedik helye, nekem volt egy negyedik és egy hatodik helyem, Demkó Zsoltinak volt egy ötödik helye, Sági Józsinak egy furiózó. Ezek a lovak értékesítésre kerültek egyébként. És főleg, Itt van. főleg van, amelyik itthon maradt, de van, amelyik külföldön versenyzik mind a mai napig. Érde... Tehát, tehát most ennek a versenynek nem az lenne pontosan az egyik feladat, hogy megnézzük mi is, magyarok, hogy kik a jó lova, kik azok a jó lovak, akikkel később lehet, és azokat kiemeljük, tovább gondoljuk, tovább edzünk, trenírozzuk őket. Igen. Normális kultúrát lovas nemzeteknél Ausztriától nyugatabbra ez így működik, illetve tőlünk északabbra is, Szlovákia, Csehország, Lengyelország is fényévekkel van most már előttünk. Azok a lobak, amik a fiatalok világbajnokságán szerepeltek, azok után nagyon-nagyon jól szerepeltek egyes, kettes és négyes fogadhajtó nagy világbajnokságon. Magyarországon sajnos még mindig nem lendültünk át abba, hogy tényleg szakmai kiképzés és szakmai tenyésztés folyjon az országban. Nagyon-nagyon szomorú tény, hogy a kettes fogadhajtó világbajnokság Von. ugye sem Hölle, sem Dobrovics, sem Osztálytár Kristóf, nem hajtott magyar lovat, de az egész mezőnybe az első 20-30 helyezet között is csak kettő darab magyar ló volt, kettő darab lipicai ló volt, uh -huh. ö, az egyiket mi ki, a másikhoz is van, némi közünk is szilvásváradi születésű ló, ö, kettő maradt az egész világon. Na most a 1984-ben a négyes fogadható világbajnokságon az első hat helyezet, még a külföldiek közül is csak magyar lovakat hajtott. Gondolom, hogy egy szakmai bizottság, aki ezt értékeli, értékelt, megnézi, mi történt, akkor is mi történt most. Vagy nem? Én úgy gondolom, hogy semmilyen szakmai bizottság nincsen jelenleg. Sajnos ezért is tartunk itt, ahol tartunk. Majd egyszer remélem, hogy, hogy valaki ezt tényleg komolyan gondolja. Na, hát azt mondják most minek? Hogy hogy is hát meg megveszik a jó lovat, akkor most minek foglalkozunk ezzel? És így is lesznek, hozzák a dicsőséget Magyarországnak. No problém. Természetesen. Igazából Magyarországnak akkor hoztuk mindig a dicsőséget, hogyha magyar hajtó magyar lovon. Ezt lett... figyelik még mindig, vagy most már az... Hát lé? ezt olyannyira figyelik, hogy amikor édesapám mondjuk a világ első háromban mindig benne volt négyes fogatta. Minden héten érkeztek Magyarországra a lipicai lóvevők. Az állami ménes egymásnak adták a kilincset uh -huh. a világ nagy hajtói, hisz tudták, hogy a lipicaiak csúcson vannak, mindenki lipicai akart versenyezni. Uh -huh. Most mit látnak? Mind, Holandó, az, hogy a magyarok ez... is Hollandóval ö, 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 hajtanak. A egy lipicai van, az is uh, uh, romániai tenyésztésű. A fiatal lovak világbajnokságán egy 5 éves lipicai ló világbajnok lett, uh, román színekben, uh, román tenyésztéssel. Természetesen oda fognak menni vásárolni a lóvevők. Uh -huh. Illetve amikor azt látják, hogy a magyar hajtók sem hajtanak már sem lipicait, sem kisbérit, sem furiózót, sem a díjugratók, sem a díjlovasok, sem a militári lovasok, nem versenyeznek magyar lóval, akkor nem jön ide a, 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 lóvevő, a lóvevő. Ezért is történhetett meg az, hogy az elmúlt 15 évben 75 ezer lóról, 49 ezer lóra csökkent Magyarország lóállománya. Sajnos én is azt tapasztaltam. Hát igen, akartam kérdezni, hogy ha nem jönnek ide vásárolni magyar lovakat, akkor minek van ennyi ló. Igen, hát egyre egyeztünk. kevesebb van. Egyre kevesebb. El kell menni az országba, megnézni, sorra, sorra zárnak be a lovaadák. Pont egy zárt fórumban most orvastam, az egyik legnagyobb és legtradicionálisabb ügető versenyző család is azt mondta, hogy hogy nem nagyon van értelme ma Magyarországon ezt folytatni. Én ettől azért optimistább vagyok. Ők még azt belesződték, hogy nincs is lovász, aki gondozza, szóval nincs, nincs meg a szakmai ö, háttér, aki ezt az egészet tudná menedzselni. Hogyha talán lennének lovak is, stb., akkor hol vannak az edzők, hol van az a menedzsment? Hölle Martin sem véletlenül ö, szinte hermetikusan elzárva a magyar viszonyoktól ö, Hollandiában ö, készült. Sajnos ö, ide jutottunk, és úgy látom, hogy a Magyar lovas Szövetség vezetői, ö, ki kell mondani Lázár Vilmossal az élet, ö, nem néznek szembe hogy itt valami változtatást kell eszközölni. Hat hónapja, több mint 6 hónapja van a lovaságazatnak egy kormánybiztosa, Dallos Gyula, aki azt mondta, hogy meg fogja oldani a lovasoktatás, a lótenyésztés és az egész magyar hagyományőrzés helyzetét, viszont a szakma azt látja, a régi nagy, akár lovas szövetségi vezetőktől kezdve a régi nagy állami méneseknek a vezetői is, hogy nem jó úton járunk, és jelen pillanatban ez a kormány biztosi szerep nem váltotta be a fűzött reményeket, hisz 6 hónap alatt semmi nem történt, holott pár kemény huszárvágással uh -huh. rendet lehetne egyébként még mindig teremteni az országba, hogy ne, uram, bocsá, uh, Hölle-Martin családjától függjön a magyar lovasport, vagy, hogy így, hogy a, most, vagy a Dobrovic család, hogy Ugye. ő pék most meddig szponzorálja eh, idősebb Dobrovisz Igen. József, a nagyapa a, az unokákat, vagy a Hölle eh, édesapuka meddig fogja a Martin szponzorálni. Eh, régen ezzel nem volt gond, hisz 1990-ig a menőhajtókat eh, mind eh, az állam segítette. A magyar eh, lovas közösség, a magyar lovaságazat állami segítség nélkül eh, nem tudja, jelen pillanatban nem tudja fenntartani magát, ahhoz nagyon-nagyon kicsik vagyunk, illetve nincs meg az a szakmai tudás, illetve 1990-ben történt, van, aki gengszerváltásnak hívja, de egy rendszerváltás, ahol nagyon sok olyan régi, nagy tradicionális ménes és telepek kerültek magánkézbe, ahol bizony a, a, a pénzzel együtt, akik ezt megvásárolták, nem jött elő a tudásanyag. Mm -hmm és ezért sajnos uh, a tradicionális lovaink, a tradicionális magyar lovaink, az őshonos magyar lovaink, azok kikoptak, eltűntek. Már pedig nem elégedhetünk meg azzal, hogy Magyarország egy hobbi lótenyésztő ország le legyen, hisz ilyen lótenyésztést nem is ismernek tőlünk nyugatabbra, uh, hanem igenis szakmailag kell hozzáni. Van olyan, de akkor nem ezt a fajtát, nem így kellene tenyésztést Igen. csinálni. Arra sem jó. Igen. A lipicai alkalmas a fogadhajtásra, de ugyanúgy a kisbéri, de a furiózó, a diugratásban, a militariban, a gidrán, a nóniuszt is lehetne aztosítani. Ezek harcos lovak voltak, amik jelenleg a sportban megtalálhatnák a helyüket, de azt látjuk, hogy mozgás nélküli, anatómiailag nagyon-nagyon komoly hibákkal rendelkező fedezőmének vannak minden őshonos fajtában menne. Uh -huh. Ezáltal felhígult ez a pici állomány is. Itt, ahogy már említettem egy-két uh, huszáros karcsapással rendet kell vágni, és vissza kell adni a szakmának a vezetését. Ezt csak egy állami kormány biztos tudná meg, meg rendszabályozni, illetve a három nagy állami ménest szintén egy kalap alá összefogni, és egy vezetőnek kellene irányítani, hogy igenis Bábolna, Mezőhegyes és Szilvásvárad támogasson diugratókat, díjlovasokat, fogathajtókat, állítsanak ki fogatokat, lovasokat fiatal lovak világbajnokságára, hisz mindez idáig erre még próbálkozás sincsen sajnos. Na akkor most megnézik a hőlének a lovait, vagy a magyar aranycsapatnak a lovait, Holland, akkor megyünk hollandiába vásárolni. Akkor senéppé nem, akkor most ez történik. Igen. Mi magyarok a hollandoknak most újabb nagy piacot. Így van, így van, így van, így van. És tőlünk eddig azért még vitték, vitték, még azt mondom, hogy most is viszik, én a belga világbajnok hajtónak a fedeles fogatába épp múlt héten adtunk el egy fiatal, nagyon-nagyon tehetséges lipicai lovat. Szóval viszik még ide-oda azért a lipicait, de hát manapság már úgy mondom, hogy nekünk kell a vevők után szaladni, még régen nem tudtuk kielégíteni Igen. az igényt Hogy volt egy lipicai lónak háromnál több lába, azt már el lehetett adni. És mi sem tudjuk, a szakma sem tudja jelenleg, hogy, hogy mivel Szilvásvárdon megszűnt a, 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 a komoly szponzoráció, de ugyanúgy Bábolnán is, itt, például Petko is Bábolnai lovakkal hajtott, de nem menjünk ennyire régre. Sipos Zoltán, egy nagyon fiatal, tehetséges hajtó, lovasedző is arab lovakkal el tudott indulni, jó eredményeket tudott elérni, de kisbéri fajtából is a Kákonyi család évek óta nagyon szép eredményeket elért, a Bujáki család is, édesapám is, ott is lennének lovag, jelenleg nincs meg ennek az állami körülfonása, hogy tulajdonképpen piacot teremteni nekik, uh -huh. és akár a tehetséges egyedeket tehetséges hajtóknak odaadni. Bízunk benne, hogy Előbb-utóbb is bekövetkezik majd változás. Egyelőre annak lehet örülni akkor, hogy vannak világbajnok hajtóink. Igen, igen, ennek nagyon-nagyon-nagyon örülünk. És Hölle uh, Martin is a nyilatkozatát ma elolvastam. Mondta, hogy egy nagyon picit pihennek, és utána már a jövőre kell koncentrálni, hisz nagyon hamar elszalad ez a két év, és akkor is ott kell. Állni úgy gondolom a dobogón, azért négyből négy világbajnokságot megnyerni, mind egyéniben, mind csapatban. Ez jelenleg egyébként világrekordnak számít, ilyen még nem volt a lovasportágak történetében. Na én is gratulálunk neki, és köszönöm szépen. Gratulálunk szép, hogy nekik, igen. Itt voltál. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. További sportosat.